Környezetvédelem, a globális környezetszennyezés, a megváltozott életvitel és az egyre növekvő fogyasztás nagy mennyiségű erőforrást emészt fel, amelyet a Földünk véges készleteiből biztosít. Iskolafejlesztés 150 millió forintból korszerűsödött a Kemecsei Arany János Általános Iskola alapfokú művészeti iskola. 192 milliós beruházás, 5 oktatási intézmény, a Zrínyi, a Kölcsei, az Arany, az Apácai és a Kertvárosi iskola torna termét újították fel Nyíregyházán. Bár egyre tudatosabb a hazai lakosság is, még mindig nem eléggé óvjuk földünket és természeti értékeinket. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A globális környezetszennyezés, a megváltozott életvitel és az egyre növekvő fogyasztás nagy mennyiségű erőforrást emészt fel, amelyet a Földünk biztosít. Azt azonban hajlamos elfelejteni a társadalom, hogy a Föld készlete véges. A Nyíregyházi Egyetemen például kötelező tantárgy a környezettudatosság. Minden ott tanuló diák fél éven keresztül tanul a környezetvédelemről és annak fontosságáról. Az Óvd a Földet szlogen már a mindennapjaink része. A gyerekek többször tanulnak róla az óvodában és az iskolákban is. Mégis sokszor háttérbe kerül, hogy miért is kell szelektíven gyűjteni a szemetet, mi az az óriási cél, amelyért környezetvédelem címen közösen kell tenni. A globális környezetszennyezés, a megváltozott életvitel és az egyre növekvő fogyasztás nagy mennyiségű erőforrást emészt fel, amelyet a Földünk biztosít. Azt azonban hajlamos elfelejteni a társadalom, hogy a Föld készlete véges. A Föld az élőhelyünk, az egészsége a társadalom egészségére is hatással van. A Nyíregyházi Egyetem a környezetvédelem kérdéskörét minden hallgatójával megismerteti egy kötelező kurzus keretében. Erről az intézmény környezettudományi intézetének igazgatója beszélt 35 perc című műsorunkban. Kis Ferenc azt is hozzátette, az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyre tudatosabb a társadalom. Most már akárhova is megyünk, felmerül az a kérdés, hogy tényleg olyan komoly a baj, mint ahogy hallottunk róla, itt is láttuk a bejátszásban, tényleg a tenger legmélyebb pontján is hulladék van. Igen. És szoktam viccet sem mondani a hallgatóinak, hogyha a Himalájára mennek, kukazsákot feltétlenül vigyenek, mert egészen nagy magasságban is már hulladékot találnak, és onnan nem szokták lehozni. Tehát egyre több embert foglalkoztat, és azt hiszem, hogy sokan elgondolkodnak azon, hogy mit lehet tenni. De az a helyzet, hogy még nagyon-nagyon kevés az az ember, aki tényleg is tesz érte. A fenntartható fejlődés fogalma egyre nagyobb szerepet kap. Fontos kiemelni, hogy ez alatt nem a növekedést értjük, hiszen a fejlődés valójában nem egyenlő a növekedés fogalmával, ha már közgazdasági értelemben néha tévesen összemossák a kettőt, hangzott el a stúdióban. A fenntartható fejlődés három egyenrangú pillére a társadalmi, környezeti és a gazdasági fenntarthatóság. A környezettudatos életmód kialakítása már gyermekkortól fontos lenne, kezdve az otthoni szelektív hulladékgyűjtéssel. Magyarországon 2019-től szigoríthatja az Innovációs és Technológiai Minisztérium a műanyag zacskók és egyszer használatos műanyag eszközök használatát, és 2021-től a műanyag zacskókat teljesen betilthatják. Összhangban az Európai Unióval nem olyan régen szavaztak egy tervezetről 87%-os többséggel, hogy kivezetik az egyszer használatos dolgokat, többek között ugye a műanyag zacskók is, ilyenek nevezzük zacskóknak őket. Én nagyon örülök, hogy Magyarország ezt 2021-ig megpróbálja megcsinálni. Mi a gond a műanyag zacskóval? Hát először is az a forrás, amiből előállítják, az nem megújuló. Tehát kőolaj, alapvetően kőolajból vagy kőolaj származékból állítják elő. Tehát ez véges, el fog fogyni. És nem bomlik le. A másik probléma az pedig, hogy lebomlik, csak nagyon-nagyon hosszú távon. És aztán ugye azok az állatok, amelyek körülöttünk vannak, amelyek a természet nagyon fontos részei, nem tudják, hogy nem szabad megenni, nem szabad a fejét beledugni, és sorolhatnám tovább, hogy nem tudja mi az, hogy szívószál, belekerül a nyelőcsövébe, az órába is sorolhatnám tovább, szóval nagyon-nagyon sok problémát okoz. Kis Ferenc azt is hozzátette, 10-ből 9 halban vagy vízi madárban úgynevezett mikroműanyagot lehet találni. Az első humán vizsgálatok során pedig ugyanilyet találtak a vizsgált emberi ürülék mintákban is. Így már nem csak a vízi élőlényekre veszélyes a műanyag.
150 millió forintból korszerűsödött a Kemecsei Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. E beruházást egy elnyert EFOP pályázat tette lehetővé a Kisvárdai Tankerületi Központban, valamint Magyarország társfinanszírozásával valósulhatott meg. A fejlesztések célja, hogy a hátrányos helyzetű térségek oktatási intézményeiben is 21. századi színvonalon működjenek az iskolák. A Kemecsei Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai már a megújult intézményben kezdhették a 2018-2019-es tanévet. A beruházás a tervezett határidőre, a nyári szünet végére elkészült. Az intézményben 267 diák tanul, közülük 222 fő hátrányos helyzetű. A beruházás ennek a több mint 260 tanulónak a diákéveit segíti. A fejlesztés során megújultak a tantermek padlóburkolatai, a falburkolatok, amelyek már ugye 50 évvel ezelőtt készültek, nagyon nagy szükség volt erre a felújításra, valamint ahogy látható is, a folyosón a padlóburkolat, az oldal falburkolata megújult, valamint az irodahelyiségekben a padlóburkolatok. A tantermek ajtajai cserélésre kerültek, nagyon nagy szükség volt rá, mert már nagyon régiek voltak és megrongálódtak az évek hosszú során, valamint az elektromos hálózatnak a felújítása is megtörtént. A mostani beruházást egy elnyert EFOP pályázat tette lehetővé a Kisvárdai Tankerületi Központban, valamint Magyarország társfinanszírozásával valósulhatott meg. A Kemecsei Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolát 150 millió forintos visszanemtérítendő támogatással újítottuk fel. Természetesen azért került bele ez az iskola, mert régen voltak felújítások, belső felújítások, az önkormányzat jó voltából, a külső az nagyon szépen megújult, viszont a gyerekeknek a fejlődéséhez, ahhoz, hogy a kulcskompetenciáikat tudjuk fejleszteni, szükség volt arra, hogy megfelelő eszközök beszerzésre kerüljenek, illetve megfelelő környezetben jól érezve tudják a tanulásukat folytatni, és céljaikat el tudják érni. A fejlesztés során a minőségi intézményi infrastruktúra kialakítása volt a cél, a helyi igények és szükségletek alapján. Mindig azt mondtam, hogy a legnagyobb szellemi tőke az iskolában van, hiszen a pedagógusok mind felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, és nagyon fontos az a szellemi tőke, az a tudás, amelyet az általános iskolában gyerekek elsajátítanak. A beszédemben is a beruházás átadása kapcsán azt emeltem ki, hogy egy egész életen át elkísérik őket, sőt, akár polgármesterek is lehetnek, mint jó magam, akár tankerületvezetők, akár iskolaigazgatók is, hiszen az általános iskolából fognak a jövőben kikerülni ezek a szakemberek is. Az átadó ünnepségen a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte a diákokat. Ennek a mai fejlesztésnek azért van értelme, és azért van jelentősége, mert a kormány, a város, a polgármester, a képviselőtestületek és a tanárok nem hagyjuk az iskolát. Megújul, megszépül, kicsit jobb ide járni. És mindig azt mondja az ember, hogy igen, ez talán érdemes volt. Tehát azt kívánom nektek, kedves gyerekek, most mondhatnék mindenféle tanmeséket meg, stb., hogy legyetek büszkék, hogy ugye a kisvárosból származtok, legyenek céljaitok, és próbáljátok ezeket a célokat jól megélni. Mindig legyetek mosolygósak, vidámak. A városvezetés következő terve egy sportcentrum kialakítása, amely megkönnyítené a mindennapos testnevelést. Nyíregyháza önkormányzata nagy hangsúlyt fordít az időskorúak helyzetére és a fiatalok közoktatására, emelte ki Halkóné dr. Rudolf Éva a Fidesz sajtótájékoztatóján. 2017-ben a megye székhely lakosságának több mint 24%-a 60 év feletti volt, összesen 21 ezer nyugdíjas él Nyíregyházán. Fontos számukra az idős otthonok működtetése, a szociális rendszer bővítése és az otthonápolás anyagi támogatása. A köznevelésre 600 milliárd forinttal több forrás jut 2010-hez képest. Nyíregyházán 21 óvoda és 7 iskola újult meg, de több oktatási intézmény korszerűsödik még ebben a tanévben. Decemberben az önkormányzati óvodák ajándékot is kapnak, hangzott el a nyíregyházi sajtótájékoztatón.
A Köznevelési Kulturális és Sportbizottság számos esetben átruházott hatáskorban hoz döntéseket a sport feladatok támogatására. Az önkormányzati rendeletben a költségvetésben meghatározott keretösszegek vonatkozásában. Igyekszünk úgy gazdálkodni ezzel a pénzzel már évek óta, hogy jusson is, maradjon is. Beterveztük azt, hogy amennyiben van lehetőségünk rá, akkor az óvodánkat évvégén karácsony közeletével megajándékozzuk egy jelentősebb összeggel. Tavaly ez 3,5 millió forint volt, most sikerült úgy gazdálkodnunk, hogy 4 millió forintot megspóroltunk, amit 35 önkormányzati óvoda részére fogunk biztosítani, kifejezetten sporteszközök vásárlására, ahogy mondtam, a gyerekeknek karácsonyi ajándékként, óvodai létszám függvényében kerül elosztásra ez az összeg, és az óvodákra van bízva, hogy milyen sporteszközöket vásárol ebből. 192 millió forintból 5 oktatási intézmény, a Zrínyi, a Kölcsei, az Arany, az Apácai és a Kertvárosi Iskola torna termét újították fel Nyíregyházán. A beruházás költségének 70%-a a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségétől és a Magyar Kézilabda Szövetségtől érkezett TAO-s forrásból, a 30%-os önrészt pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosította. A Nyíregyházi önkormányzat 7 évvel ezelőtt 12 tornaterem felújítását tűzte ki célként. A választás olyan létesítményekre esett, amelyek borítása már veszélyes volt az egészségre, valamint szempont volt a testnevelési órák és az edzések általi kihasználtság is. A TAO-s és állami forrásnak köszönhetően szerdán a Zrínyi, a Kölcsei, az Arany, az Apácai és a Kertvárosi Iskola tornatermét adták át a diákoknak és a sportolóknak. Nagyon örülök, hogy nem kis erőfeszítés árán, de elértük azt, hogy mind a 12 tornatermet felújítottuk. A felújítás az mindig egyedileg alakult, de mindenütt a padlózat, ugye az egy konstans dolog volt. Volt ahol a fűtési rendszert, kellett a nyílászárókat, az öltözőket sok helyen, a körülményeket, ugye vannak ezek az eredményi kijelzők, a térre választó függöny, ez is sok helyen megvalósult. Az 5 nyíregyházi tornateremből 4 a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által biztosított támogatásnak köszönhetően újult meg. A szövetség a társasági adó nyújtott a forrás 1/3-át fordítja létesítményfejlesztésre. Most körülbelül ott tartunk, olyan 150-152 tornaterem építés vagy felújítás a része ennek a programnak. 14 körüli sportcsarnokot építettünk, akár nagy csarnokról is beszélhetünk, és rengeteg szabadtéri pályát adtunk át a kosárlabdának szerint az országban, nagyon-nagyon komolyan készülve arra, hogy a gyerekeknek a legtöbb lehetősége meg legyen ezt a sportágat űzni bárhol az országban. Az ünnepségnek otthont adó Zrínyi tornacsarnoka a korábban megszokott sportágok mellett a jövőben a kosárlabdának is otthont adhat majd. Vannak tradicionális sportágaink, a kézilabda, a női torna, újabban felzárkózik az atlétika és a foci is. Én azt gondolom, hogy mindent megtettünk eddig is a mindennapos testnevelés feltételeinek a megteremtésére, de egészen más az, ha elégséges feltételek vannak, vagy ha közelítünk az optimumhoz. Én azt gondolom, hogy ennek a TAO-s beruházásnak pontosan ez az értelme, hogy egy nagy minőségi előre lépés lesz. A rendezvényen Kovács Ferenc polgármester elmondta, hogy folytatódnak a sportfejlesztések. Az uszoda már épül, és hamarosan elkezdődik az atlétikai centrum építése is, amit a Városi Stadion rekonstrukciója követ majd. Horváth László Attila, a Móricz Zsigmond Színház társulatának tagja volt, Kovács Dénes vendége kedden a Bencsvillában a Több szem közt című sorozat estjén. A művész mesélt kedvenc szerepeiről, a színház feladatáról, sőt a bajai halászlé receptjét is elárulta. Horváth László Attila sokféle szerepet eljátszott már a nyíregyházi színpadon az elmúlt 32 évben. Fellépett Shakespeare és orosz szerzők műveiben, vígjátékokban, zenés és gyerekdarabokban, drámákban. Volt már gyilkos, bíboros, orvos, tanító, katona, mulató, nőnek öltözött sztárja, főpincér, borbély, a fiával egyazon nőbe szerelmes apa, vidéki munkanélküli és grófi inas, Betlen Gábor, első Lipót, második Fülöp, Lír király, Kreón, Szarasztró, Pergünt, Hanta és Dani Kacsa is. A művész szerepformálásról, szerepálmokról, a színészi lét szépségeiről és nehézségeiről is mesélt a közönségnek. Úgy véli, számára a színjátszás legegyszerűbb része a szövegtanulás, még akkor is, ha olyan nagy lélegzetű szerepről van szó, mint például a Pergünt volt.
Az jellemileg és lélektanilag is igazolt, és egy élő ember jelenjen ott meg, azon aztán igaz, sokszor kell. Míg az ember, hogyha úgy elvileg tudja is, hogy miről lenne szó, de azt van egy olyan feneség ennek a pályának, hogy szervülnie kell, meg kell érezni. Egyszerűen csak úgy, hogy az ott legyen is, hogy éljem, tudjam élni. Előfordult olyan, hogy tudnám, hogy mit, de valahogy nem akar jönni. Nem adja meg magát, és egyszer csak megadja az érte. Kovács Dénes a pálya kulisszatitkairól is kérdezte a vendéget, aki 37 éve lépett először színpadra. A beszélgetésben nem kerülték ki a nehéz és a humoros helyzeteket, az életpálya csúcsait és mélységeit sem. Az Est házigazdája és a színház vezetése közösen választja ki a Bentvillában fellépő beszélgetőtársakat. Ő a színháznak a egyik, ha nem a vezető színésze. Egyébként nagyon érdekes, hogy mikor a színház interjú sorozatomat kezdtem, az is Horváth László Attilával indult. Tehát én ráadásul ma nem is játszik, úgyhogy én nagyon örültem, hogy vele kezdünk, hiszen ha jól emlékszem, akkor Frici bácsi után ő volt a második legrégebbi tagja ennek a társulatnak, már csak ezért is érdemes volt őt meghívni. A Bentvilla legközelebbi vendége Kolonics Klára operaénekes lesz november 13-án, azt követően pedig V. Kulcsár Ildikó újságíró, majd Tóth Zolka, a színház művésze beszélget Kovács Dénessel. Péntektől vasárnapig harmadik alkalommal rendezik meg Nyíregyházán az Ötvös Kupa nemzetközi fiú utánpótlás kosárlabda tornát. A Bánki és a Vescsiki iskola csarnokában 8, közte 3 külföldi U16-os csapat lép majd pályára. Sorrendben 10. alkalommal rendezik meg az Ötvös Kupát, és harmadszor lesz nemzetközi a tornamezőnye. Tavaly a 14 évesek mérték össze tudásukat, idén pedig U16-os csapatok lépnek majd pályára. Mint Makrai László, a rendező nyíregyházi kosárlabdaklub elnöke elmondta, rangos mezőnyt várnak a tornára. 8 csapat vesz ezen részt, 3 első osztályi külföldi klubnak a közvetlen utánpótlás csapatai jönnek, Szerbiából Vershecről, Szlovákiából Svidből és Romániából Nagyváradról. Ezen kívül lesz 5 magyar csapat, 2 nyíregyházi, a Nyíregyházi Sportcentrum 16 éves átcsapata, az akadémiai csapat, a Nyíregyházi Kosárlabdaklub, és még 3 akadémiai csapat Pécsről, Debrecenből és a Budapesti Honvéd Akadémiai csapata vesz részt. Tehát igen, erős mezén lesz, hogy mondtam, 4 akadémiai csapat és 3 külföldi első osztályi klub utánpótlás csapata vesz részt. Pont azért, hogy az akadémiai rendszerben, amely kötelezően erő például 16 éves korosztályban 6 nemzetközi mérkőzés lejátszását, ezt ezek a csapatok itt egyrészt meg is tudják valósítani. Túl azon, hogy a fiatalok 3 mérkőzést játszanak, több hozadéka is lesz a tornának. A nyíregyházi részről mindenképpen azt kell néznünk, hogy az NKK, meg mondjuk a sportcentrum részről meglátjuk azt, hogy ugyanebben a korosztályban sportoló, nevelkedő gyerekeink hol tartanak egymáshoz képest. Nagyon fontos ez, mert 16 éves korig nevelünk mi, ahogy mondtam, és 18 éves korban átadjuk a sportolóinkat. Már majd nagyjából látszik azt, hogy ki milyen helyre kerülhet, hogyha a 18 éves korában átirkozol a sportcentrum akadémiai csapatához. A másik része meg az, hogy azt hiszem, hogy a sportban lévő együttműködés megmutatja azt, hogy ezekkel az akadémiai csapatokkal, ezeket a külföldi csapatokkal hogyan tudunk együtt dolgozni, ki hol tart és milyen szakmai úton jár. A torna első mérkőzései pénteken 17 órakor kezdődnek a Bánki és a Vescsik csarnokában. A szombati találkozókat követően vasárnap a helyosztókat rendezik meg. A döntő 13 órakor kezdődik a Bánkiban. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. A globális környezetszennyezés, a megváltozott életvitel és az egyre növekvő fogyasztás nagy mennyiségű erőforrást emészt fel, amelyet a Földünk biztosít, azt azonban hajlamos elfelejteni a társadalom, hogy a Föld készlete véges. A Nyíregyházi Egyetemen például kötelező tantárgy a környezettudatosság. Minden ott tanuló diák egy szemeszteren keresztül tanul a környezetvédelemről és annak fontosságáról. A Föld az élőhelyünk, az egészsége a társadalom egészségére is hatással van. 150 millió forintból korszerűsödött a Kemecsei Arany János Általános Iskola, alapfokú művészeti iskola. A beruházást egy elnyert EFOP pályázat tette lehetővé a Kisvárdai Tankerületi Központban, valamint Magyarország társfinanszírozásával valósulhatott meg. A fejlesztések célja, hogy a hátrányos helyzetű térségek oktatási intézményeiben is 21. századi színvonalon működjenek az iskolák.
közel 200 millió forintból 5 oktatási intézmény tornatermét újították fel Nyíregyházán. A Zrínyiben, a Kölcseiben, az Aranyban, az Apácaiban és a Kertvárosi iskolában a kiszolgáló létesítmények is megújultak. A beruházás költségének 70%-a a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségétől és a Magyar Kézilabda Szövetségtől érkezett TAO-s forrásból, a 30%-os önrészt pedig az Emberi Erőforrások Minisztériuma biztosította. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták október 31-én szerdán. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket, tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap változóan felhős időre számíthatunk. Több fokkal enyhébb és egyre nedvesebb levegő áramlik a Kárpát-medence térsége fölé. Az előttünk álló éjszaka többnyire gyengén felhős idő várható. Éjszaka párássá válik a levegő, foltokban köd is képződhet. Csapadék nem lesz, a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 4 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a több órás napsütés mellett napközben megnövekszik, majd megvastagszik a felhőzet. Csapadék nem valószínű, a délkeleti szél helyenként megélénkülhet. Délutánra 22 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A folytatásban eleinte még erősen és gyengén felhős területek váltakoznak, és szorványosan előfordulhat eső, záporeső, majd szombattól egyre jobban csökken a felhőzet, illetve a csapadék hajlam. A hajnali órákra egyre nagyobb területen képződik majd köd, amelynek egy része csak lassan oszlik fel. Pénteken még szokatlanul enyhe időnk lesz, majd szombattól a csúcshőmérséklet fokozatosan ugyan visszaesik, de még így is az ilyenkor szokásosnál enyhébb időnk lesz.